eljutottunk idáig, hogy 23-ban is meg tudjuk rendezni az első tematikus napot. Igazából a tematikus napoknak a lényege, ahogy dr. Sáfár Sándor is elmondta, az, hogy mindig egy szegmensét megragadjuk a labdarúgásnak. Most a felnőtt profi világnak az ismereteit, az egész rendszer kialakítását, egy filozófiának a felépítését, egy játékstílus kialakítását vettük alapul. Mai tematikus napra Lőv Zsoltot hívtuk meg, akit szerintem nem kell bemutatni a futball társadalomban. Igazából arra gondoltunk, egy olyan szakembert próbálunk meghívni, aki majdnem mindent megtapasztalt már a nemzetközi labdarúgásban is, és így tudja átadni majd a tudását a mi utánpótlás edzőinknek. Hat évig dolgoztunk azon az anyagon, amit most a srácoknak igyekszem megmutatni. Nem egy egyszerű dolog, de azt gondolom, hogy bízom benne, hogy sikerül a lehető legtöbbet megmutatni, a lehető legrészletesebben, hogy a jelenlévő kollégák, barátok és edzők és klubvezetők minél többet haza tudjanak belőle vinni magukkal. Volt szerencsém 2 hete már a ProLicenses tanfolyamon meghallgatni őt, de már a mai napom, a mai délelőtt is mondott olyan dolgokat, amit ott nem, és egy kicsit új volt számomra is, pluszban megerősít azokban a dolgokban, amiket csinálunk, hogy ugyanazt csináljuk, és megpróbáljuk ugyanolyan módon, mint a nemzetközi top szinten. Tehát mindig lehet tanulni, úgyhogy nyitott fülekkel ülünk mi is itt. Hatalmas fejlődésen ment át a magyar futball szerintem. Egy csomó jó dolog, egy csomó új ág alakult, vagy képzés alakult, amire azt gondolom, hogy a modern futballnak elengedhetetlen szereplői. És hát nyilvánvaló azok az edzők, akik külföldön dolgoznak most már hosszú évek óta, az akár a Szabicsimi volt, vagy a Dárdai Pali, vagy én, nekünk úgy a kötelességünk a kint tanultakat, a kint szerzett információkat hazahozni, és pontosabban ilyen fórumokon keresztül, vagy előadásokon keresztül segíteni az itthon dolgozó kollégáknak, hogy hozzájussanak ahhoz a külföldi anyaghoz, külföldi tudáshoz, amihez mi hozzájutunk.